A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, a Paletta magazinunkat látják március 26-án kedden 17 óra 20 perckor. A Somos testvérek voltak a vendégei az Aranybulla könyvtárnak, és az aranyat érő beszélgetésen az ikerpár karrierjéről és kapcsolatáról tudhatott meg többet a közönség. Székesfehérvár ismert ikerpárja, Somos Zoltán és Somos Ákos volt a vendége az Aranyat érő beszélgetések című sorozat szerdai részének az Aranybulla könyvtárban. A beszélgetés során a közönség hallhatott a pályájukról és persze a testvéri kapcsolatukról is. Somos Zoltán elmondta, nagyon örül, hogy a testvérével mindig ki tudták, illetve ki tudják egészíteni egymást. Ugye ennek a beszélgetésnek szerintem alapvetően két része lesz, az egyik valóban a munkánk, ami mind a kettőnél a újságírás, illetve a sportriporterkedés, és ebből végül is az jut eszembe, hogy gyerekkorunkban két álmunk volt tulajdonképpen, még ha így nem is fogalmaztuk meg, az egyik ez a sportriporter, sportújságírás, sporttal való foglalkozás, a másik pedig a színházhoz kötődött. Ezt a két dolgot, ezt nagyon korán, nagyon régóta, majdhogy nem óvodás korunktól valamilyen formában csináltuk, játszottuk, ha nem is tudatosan, de készültünk rá, és hát azt tudom mondani, hogy ami a szakmai részt illeti, abból gyakorlatilag minden megvalósult, amit annak idején mertem volna tervezni. Sportújságíró lettem, dolgoztam, országos médiában jártam, nagyon nagy eseményeken, olimpiákon, világbajnokságokon, mindenen, amiért valaki elkezdi ezt a pályát. És aztán az utóbbi években itt már visszatérve Fehérvárra, ahol mindig laktam, éltem, több mint 50 éve ide kötődöm, a színház is újra bejött az életünkbe, köszönhetően a saját csoportunknak, úgyhogy most azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban éppen teljes elégedettség lehet ilyen tekintetben a szakmai, illetve a szenvedély részének is az életemben. Igen, ahogy említetted, eléggé hasonló pályán indultatok el, de egyébként volt köztetek rivalizálás? Szerintem rivalizálás soha nem volt. Különleges dolog, hogy tulajdonképpen 18 éves korunkig mindent együtt, mindig együtt, mindenhol. Ugyanott, ugyanazokban a közösségekben ugyanazokat a dolgokat csináltuk, ugyanazoknak a szenvedélyeknek hódoltunk, és aztán gimnázium után kicsit elszakadtunk, mert engem elővettek fel egyetemre, akkor az Ákos például elmerült egy olyan dologba, amiben én sokkal később, vagy sokkal kevésbé, ez volt a színház. Aztán utána végül is egyetemen is volt egy-két év, amikor együtt voltunk, de onnantól lehet számítani azt, hogy én egy kicsit mindig előbb kerültem valahova, ő meg jött utánam, de tulajdonképpen valahogy ez a párhuzamosság azért megmaradt, úgyhogy én nagyon örültem mindig az ő sikereinek, nagyon örülök, hogy újra együtt csinálunk dolgokat, és ez a része van, meg nem rivalizáltunk igazából soha. Bokros Judit újságíró, az előadás sorozat házigazdája minden alkalommal olyan embereket lát vendégül, akik ismert szereplői a város életének. Ez most sem volt másképp, hiszen Somos Zoltán a Fehérvár Média Centrum munkatársa, testvére Somos Ákos pedig azon túl, hogy sportriporteri és tanári tevékenységet folytat, a székesfehérvári amatőr színjátszók és közönségük körében is nevet szerzett magának. Amikor egy olyan közegbe kerültünk, ahol egy idegen közegben mi egymásra számíthattunk leginkább, és mindig is az volt a legfontosabb, hogy mi voltunk egymásnak a legfontosabb szövetségesei, és én azt gondolom, hogy soha nem volt olyan, hogy bármelyikünk a másikra lett volna féltékeny, vagy azt szerette volna csinálni. Meg szerencsére azért, amíg együtt dolgoztunk, addig nagyjából sokszor meg is valósult, hogy tulajdonképpen ami az egyikünknek szakmailag megvalósult, az a másiknak is. Teljesnek érzed a pályádat jelen pillanat? Hát erre nagyon röviden nem tudok válaszolni. Vannak olyan élményeim az elmúlt 20-25 évből, amik azt gondolom, hogy nagyon jók, hogy megvoltak. Elégedett vagyok, hogy elértem. Inkább az... Hát ugye most a sportújságírói pályáról beszélek, inkább egy kicsit az egészhez a hozzáállásom meg a véleményem róla változott, de igazán nagy hiányérzetem nincsen. Most már egy, én azt gondolom, egy kicsit nyugisabb. Szeretem azt, hogy most egy nyugisabb munkám van. Somos Ákos hozzátette, rivalizálás szerinte sem volt soha köztük, inkább úgy érzi, mindig előnyt tudtak kovácsolni abból, hogy ott voltak mindig egymásnak.
Folytatódott a közéleti és kulturális szalon rendezvénysorozata. Zsirai László író, költő, a Jel című folyóirat szépirodalmi rovatvezetője, és Erdélyi Csaba költő volt a Zsolt utcai közösségi ház vendége. Imádságaim elhalkulnak, és csak nézek magamba Bélán, ó, Uram, most előbb erőt adj, hogy lássam az utat hozzád. Erdélyi Csaba versét olvassa Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke. A költő Lábam előtt Mécses című kötete tavaly ősszel jelent meg. 2005 óta írok verseket, akkor eleinte leginkább szerelmes verseket írtam, de már abban is benne volt elég erősen Istennek a jelenléte, és 2020-tól ez így mondhatni azt, hogy letisztázódott, és leginkább a keresztény versek irányában kaptam elhívást, és ilyen témájú verseket kapok, ezeket tudom leírni, és ezt egy nagy áldásnak veszem, hogy ezen az úton tudok tovább haladni. 2 darab kötetem jelent meg, 2021-ben az Erdélyi Szerelem című kötet, az még a szerelmes versekről szóltak, és 2023-ban, tehát tavaly novemberben jelent meg a Lábam előtt Mécses című verseskönyv, amiről most is lesz szó, és ezeknek a 80-90%-a már keresztény versek, de itt már a szüleimmel kapcsolatos versek is vannak benne, tehát a gyerekkori emlékek, amik úgy följöttek, és úgy megszülettek ezek a gondolatok. A közéleti és kulturális szalonban most két vendég munkásságát ismerhette meg a közönség. Erdélyi Csaba mellett Zsirai László író, költő műveiről hallhattak a résztvevők. Beszélgetünk mindegyiknek a életművéről, az életéről, a költők, írók feladatáról. Azt elsősorban azt szeretném, hogy most, amikor ilyen világot élünk, amilyet élünk, vajon milyen szerepe van az irodalomnak, a költészetnek, és milyen szerepe van az ilyen beszélgetéseknek, összejöveteleknek. Véleményem szerint jelentős szerepe van, ezt hinni kell, mielőtt az ember belevág egy ilyenbe. És úgy gondolom, hogy a vendégeim is így érzik. Zsirai Lászlónak több mint 50 évvel ezelőtt, 1973-ban jelentek meg első versei a Vasnépe című megyei lapban. A Sopronban élő költő 6 verses kötete jelent meg eddig, ír novellákat a versek mellett, és egy kis regénye is megjelent. 1973-ban jelentek meg az első verseim, akkor még a Vasnépe című megyei lapban, de írni korábban kezdtem. A motiváció egy barátom volt a Kékestetői Állami Szanatóriumban, bár Sopronban jó levegő van, de én oda kerültem aszmával, mint gyerek, és ő írt egy ilyen bökversret, és akkor én úgy döntöttem, hogy hát, ha tudok jobbat is, és általános iskola utolsó évében kezdtem el foglalkozni a versírással. Nagyon sok víz lefolyt az Ikván, a Dunán, meg egyéb folyókon. Most ott tartok, hogy 6 verses kötetem jelent meg, egyéb könyveimmel együtt összesen 17, mert szinte minden műfajban dolgozom. A regény az fáradalmasabb munka, úgyhogy csak egy kis regényt bírtam írni. Elismert dolgok kerülnek ki a tollam alól, jegyzem meg szerényen. A Mosoly fény című kötetemre Ferenc pápa küldte apostoli áldását, és Áder János köztársasági elnök a spirituális, realista írásaimért Magyar Arany Érdemkereszttel tüntetett ki. Vasadi Péter költő volt a mentorom, az Újember egyik szerkesztője, aki később a nemzetművésze és Kossuth Díjas költő lett. Ő ajánlotta az Írószövetségbe 2015-ben. Ez a barátság 1975-től Vasadi 2017-es haláláig tartott. Balogh Zoltán miniszter úrral én búcsúztattam a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a kisfiú, aki tulajdonképpen zongorázni tanult, ilyen körű, vagy ilyen fajsúlyú írók közelébe kerül,
Nagyon fontos népszerűsíteni ma a költészetet. Valahol a kortárs irodalom respektje eltűnt, és a rengeteg megjelenő könyv nehezen talál gazdára. Azért én örülök a székesfehérvári pályakezdő kollégám első kötetének, mert bele tudom élni magamat, hogy amikor az én első kötetem megjelent, az mekkora élmény volt, de szóval jobb volna, az olvasók visszatalálnának a könyvesboltba, a tömeges méretekben. Mindegyik írásomban arra törekszem, hogy a jót képviseljem. Amikor egy politikai irányultságomat szokták kérdezni, én azt szoktam mondani, hogy jó oldali vagyok. Lelki tényezők a fő motívumok a verseimben és minden egyéb írásomban, és a pozitívumok előkerülése, tehát ha a negatív dolgot kezdtek írni, annak a végső kicsengése is valamilyen pozitív irányba tart. Lisieux-i Szent Teréz mondását szoktam gyakran idézni, hogy bármit teszel, az mindig a jó és a szeretet vezérelje. Az író-költő szívesen jön Székesfehérvárra, mert, mint mondja, a magyar irodalomban a város egy fontos bázis. A Vörösmarty Társaság munkáját figyeli a Vár folyóiratnak időről időre munkatársa. Ahogyan azt múlt héten ígértük önöknek, a döntő előtt megtekinthetik a 12 versenyzőt és előadásaikat, azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik bejutottak a fehérvári versünnepen a legjobbak közé. Ezúttal Szűcs Boglárka, Szabó Gergő, Borbély Levente és Bódis Boróka Ajsa szaval. Arany János, Zács Klára. Énekli egy hegedős a 14. században. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát haj beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém! Kázmér, azt nem adom százért! Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek bizony gyászér. Sietős az utam reggeli templomra, ha beteg vagy hát, feküdj le! Bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba. Szép virágok, deli szüzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud imádkozni. Olvasóját honfeledé, ki megyen elhozni? Eredj, fiam Klára, hamar édes jányom, megtalálod a térdeplőn, ha nem a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé, deli szüzek közzé. Inkább menne temetőbe a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hely, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz te, borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem,
Nem, jaj, hova kell lennem? Hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem! Harangoznak délre, udvari ebédre, akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre. Rettenetes, bosszúálló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért gyermek, Lajos Endre, hallj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, Cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most, királyi nőm, fájdalom díjába? Mutató ujjamért, szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát. Másik kettőért veje lánya végét, piros vérem hullásáért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak. Isten újja nagy csapástól, mi magyar hazánkat. Radnóti Miklós, levél a hitveshez. A mélyben néma, hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben. S felkiáltok, de nem felelhet senkire a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, s oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál. Álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán, majdan, egyszer, a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem, s barátom. Csak messze vagy, túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemed kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell,
szívós leszek, mint fán a kéreg. És a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. És mint egy hűvös hullám. A kétszer kettő józansága hull rám. Reményik Sándor, Pilátus. A pörnek vége. Elvégeztetett. Véres a keresztövében a fű. A helytartóban forra néma dűs, egy gondolat tépi a másikat. Roncső cselék. Én unlak titeket. Unom a vágyaitok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, a mellükverő messiásokat, a nap hevét ez átkos ég alatt, az agyva szókat, buja színeket és magamat, és uramat a császárt, ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! Üvöltötték a fülembe, amíg unottan odalögtem nekik. Szegény bolond. Pedig csak álmodott. Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezek néltán szebben. Már szürkül fenn a koponyák hegye. Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról. Azután némán vérzett, ragyogott. Gunnya a kérdém, az igazság, micsoda? Felelé, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember? A csőcselék morajlott, mint a tenger, és én untam. Untam amazokat, ezt is. Egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, és könnyebb tán ez Isten verte föld. Untam a dolgot. Odalögtem. Vége. De jaj, vajon kire szállott a vére? Az alkony megy, az est az éj leszáll. De a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, és nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég lándzsásom odakünn, vagy üres voltán a szívem? Há, mit bánom én? Bölcs szív, üres. Búsmadarak el a szívről, hess! Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe. Mi közöm hozzá? Feszítsétek át, te véres kezű, szennyes csőcselék. Feszítsd meg át a messiást. Élem, meghal-e? Egy marad az átok. Isten se váltja már meg ezt a világot. Mi közöm hozzá? Feszítsétek át, vigyétek! S vitték. A kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt. Csend most, de hallga. Most az éj kopog, Pilátus pitvarában a papok. Uram, mi véled így egyet nem értünk, ahogy írtad botránkozás nékünk. Rexnek, uram, csak ő mondja magát. Nem készítetted jól a Golgotát. Bent csönd, de künn az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt. Odafönn csendbe hallgat a kereszt. Pilátus nő, ahogy beszélni kezd. A messiástok megmenteni késtem, de négy betűt a keresztjébe véstem. E négy betű az én becsületem, hajótöröttségem utolsó roncsa. Hitetlen hitem, büszke makacságom egy akarat,
az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem, Hádészre négy betű maradt. S ha alá kéne temetnem-e várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, halljátok. Amit megírtam, megírtam. Bencsönd, te künn az éj zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros éjben a kereszt. Karinthy Frigyes. Előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom. De mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is súgni akart. Csók lett belőle. A másik jéggé dermedt. Megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak nézett rám hitetlen. Nevetni kezdett. És én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékemű égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban, se kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn, és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álóévirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám. De béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lenn a porban, nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lenn a porban, rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek hát fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel a lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt,
Jó hírt, titkot és szivárványt, nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit elmondok majd mindenkinek. A fiatalok mentoraik segítségével már javában készülnek a döntőre, amely április 13-án lesz, és azok, akik drukkolni szeretnének, azok meg is tehetik, méghozzá 14 órától a Városháza dísztermében, de a Fehérvár Televízióban is hírt adunk majd róla. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék így ezt a jövő héten is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.